Én kicsi koromban egy nagyon nyitott kislány voltam, ilyen 3 éves koromig nagyon sokat énekeltem, táncoltam, beszéltem, jöttem, mentem, aztán egy nagyon zárt, gátlásos fiatal lány lett belőlem. Tehát az, hogy én színésznőnek készülök, hát bárkiről elhitték volna, én lettem volna az utolsó, és egyáltalán nem voltam egy extrovert. Hát ahogy gondolják a színésznőket, a szüleim se gondolták ezt, hogy nekem ez egyáltalán való, vagy menni fog. Sőt, én pénzügyőrnek készültem, tehát az apukám, mivel katona volt, ő akart valamilyen biztosabb munkakört. Ez a viráglenyomat, ez az édesapámnak hát tulajdonképpen a gyásztávirata mellett van a falamon, és amikor ő haldoklott, akkor a nővéremmel voltunk vele, és édesanyámmal, és amikor az apu meghalt, így kilehelte a lelkét, akkor ezt a kis sárga virágot tettük a nővéremmel a kezébe. Ezt fogta. És aztán úgy gondoltuk, csinálunk belőle egy lenyomatot a nővéremmel, és aztán ez így hozzám került. Nekem nagyon sokat jelentett az apám, mert egy olyan biztonságot, szeretetet és odafigyelést, egy igazi kedvességet kaptam tőle. Ez elég ellenmondásos, mert a katonákról mindenki azt hiszi, hogy na, aztán olyan szigorban nőttem föl, ez egyáltalán nem, nincs így. De mai napig itt van velem, tehát rengeteget álmodok vele. Mai napig van az, hogyha ér valami nagyon jó, vagy nagyon rossz, akkor fel akarom hívni, hogy ezt most elmondom neki, és akkor, de hát ez már 2005-ben, tehát 17 éven már nincs. Az apu egy nagyon tisztességes ember volt, nagyon szívós, kitartó, szorgalmas, őszinte. Ezt mind megkaptam tőle. Tehát a munkához való viszonyom, hogy becsületes vagyok. Szeretem jól megcsinálni a dolgomat. Tehát munkát fektetni bele, mert ez olyan, hogy az látszik a színpadon, amennyi munkát belefektet az ember. Olyan nincs, hogy felmegyek, aztán majd valami lesz. És hát egy olyan biztonságérzetet, amit én a gyerekeimnek szeretnék, meg most is szeretek továbbadni. Körülbelül 10 évvel ezelőtt én tag voltam a Pesti Magyar Színházban, és ott egy színdarabban játszottam együtt a csodálatos Csárnus Mariannal, de előtte mi már 1000 éve, talán 30 éve találkoztunk a színművészeti akkori főiskolán, és ott egy vizsgadarabban együtt próbáltunk, és aztán egyszer csak egy előadás előtt adta nekem ezt a csodálatos aranyláncot. Igazából nem is fűzött hozzá semmit, csak hogy ezt ő szeretné nekem odaadni. Ezeket én gondolom így, és szerintem így is van, hogy ő engem megszeretett emberként is, meg színésznőként is, és ezért adta ezt a láncot. Hát én meg őt csodálattal néztem, tehát egyrészt pedagógusként és színésznőként is, és emberként azt az erőt, ami erőtartást, emberséget, ami a Marianból árad. Ő azért egy etalon számomra. Úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok, és még annyit, hogy a nagyobbik lányom, aki szintén színésznőnek készül, ő neki nagyon megtetszett ez a lánc, úgyhogy ez nála volt, és akkor elmentem az ő kis lakásába, garzonjába, és akkor elhoztam. Tehát, hogy tovább került egy még fiatalabbhoz, és ez olyan szép, hogy így megy tovább. Mai napig nem vagyok színésznős, tehát nem vagyok egy magamutogató. Egyébként nagyon sok színész ilyen, tehát hogy egy ilyen elbújóbb alkat, és a színpadon szeret megmutatkozni. Szirtes Tamás volt az osztályfőnököm, a Kemadár Színháznak az igazgatója, és mondott egy csodálatos mondatot rögtön az első nap nekünk, hogy a színésznek kívülről olyannak kell lenni, mint egy bogár, egy kitimpáncéllal, belülről, mint egy pillangó. Tehát olyan érzékenynek, rebbenékenynek, szenzibilisnek kell lenni, de kívülről különben nem élet túl. Hát mint Marian is, hogy egy nagyon erős, határozott nő, és közben hiperérzékeny, csodálatos. Ha felmegyek a színpadra, akkor egyébként én ott vagyok mai napig a legbátrabb. A színpadon bármit megmerek csinálni, hiszen az én vagyok, de nem én vagyok.